Az édesanyámat nagyon korán elvesztettem, 19 éves voltam, ő 36 éves volt. Én most pont annyi vagyok, mint amennyi idős ő volt sajnos. Napi szinten eszembe jutott, hogy neki ennyi jutott. Tehát én itt vagyok 36 és fél évesen, neki pontosan ennyi jutott az életben. Mi történt édesanyáddal, Krisztina? Autóbaleset. A munkahelyéről egy konferenciáról jött haza, januári nap volt valószínűleg, egy januári szombat volt, és valószínűleg csak megcsúszott az autó. Letérdeltél? Nem. Nem. Az nem az anyádra vallott volna. Nem. És ez pontosan így van, amikor megtörtént a baleset, nem is tudom, hogy ezeket miért hoztam meg egyébként veletek ennyire mélységesen. Amikor megtörtént a baleset, akkor én elmentem egy ügyeletre, hogy kérjek nyugtatót, hogyha bárkinek a családból szüksége lenne rá. Fú, én még soha nem mentem bele ebbe a témába szerintem, de azt is tudom, hogy olyan sokan élnek át tragédiákat az életben, és olyan sokan nehezen dolgozzák fel őket, és én nekem az segített mindig, ha beszélek róla. Hová tűnt mai vendége Polgár Krisztina, aki 2017 óta él az Egyesült Államokban? Igen, egészen fiatal. Igen, szia, elindultunk kettő évre, sziasztok! Kettő évre. Ez, ugye a matek szerint 2019 óta itthon kellene lennünk, de valahogy egy picit kint ragadtunk. Hogy jött Amerika? Igazság szerint az én férjem már nagyon-nagyon hosszú ideje egy olajcégnek dolgozik, és ő járt a világot, tehát élt Dél-Afrikától kezdve, Milánó, Párizs, Anglia, nagyon-nagyon sok helyen élt, és jött egy lehetőség, hogy akkor családosan kimehetünk az USA-ba, és hát megmondom őszintén, nem sok egy morfondíroztunk, ugyanis próbáltunk erre úgy tekinteni, mint így egy olyan lehetőség, amit talán soha nem fogunk tudni máskor megadni a gyerekeknek, hiszen anyanyelvi angolul beszélni azért ez egy hatalmas fegyver az ő kezükben. És úgy voltunk vele, hogy jó, kettő évet kipróbálunk, meglátjuk, hogy milyen. Ha nem jó, akkor hazajövünk. Hála Istennek azért az otthon az mindig otthon lesz. Ha pedig jó, akkor egy picit tovább húzunk. Ha már olajvállalat Texasról van szó? Tehát a texasi olajmezőkön képzeljük benneteket? Ezt akartam kérdezni én is, hogy Amcsi nem nagy, de mégis hol? Nem nagy egyébként. Texas sem nagy. Tehát hogy azon szoktuk viccelődni, hogy amikor elindulunk egy ilyen autós túrára, akkor 10 órája, 11 órája vezetünk, és még mindig Texasban vagyunk. Igen, tehát, hogy és mindig ugyanolyan minden, nem? Tehát de mondják, hogy minden nagy Texasban, ez tényleg így van. A távolságok, a méretek egészen elképesztő. A fridzsik, én azt imádom. Ja, igen. Fridzsik meg az autók, szerintem kitalálták a világot. Nem ilyen összehúzom magam. Kinyitod azt a fridzsit, az olyan, mint egy háromajtós kolóniás. És elárulom, hogy ezt is úgy lehet megtölteni, hogy nekünk venni kellett egy másikat a garázsba, tehát a dupla ajtós hűtőből még egyet kellett a garázsba venni, hiszen nem tudom, lehet, hogy ez egy ilyen felhalmoztunk, de nincs az a hűtő, amit ne lehetne megtölteni. Viszont tényleg az autók és a házak, minden hatalmas. Könnyű volt megszokni? Neked? Azt szokták mondani, hogy jót könnyű megszokni. De ez jó, amúgy? Jó. Jó és nem jó. És én nagyon-nagyon szeretem az otthonunkat, Magyarországot, tehát hogy tényleg én azt szoktam most már mondani, hogy így majdnem 7 év elteltéből, hogy van egy itthon, és van egy otthon. És igazából mindegy, hogy melyik. Nagyon szeretünk kint lenni, de ugye van sok negatívum, és erre majd biztos ki fogunk térni, hogy mi az, ami nem feltétlenül pozitív, amikor Amerikáról beszélünk, vagy akár Texasról beszélünk. Itt gondolok egyébként mondjuk a fegyvertartásra, vagy szabad fegyvertartásra, hogy azért ez egy mindennapos aggodalomra ad okot, hogyha mondjuk a gyerekek elindulnak az iskolába, és ugye halljuk a híreket, azért ez egy elég nagy negatívum. Viszont az, ami az iskolarendszer, az a szabadság, az a jó érzés, amivel a gyerekek hazajönnek és elindulnak iskolába, tehát én azt gondolom, hogy nekem van egy 8 és egy 10 éves fiam, és ők még, hogyha jól emlékszem, még soha nem mondták azt, hogy nem akarok iskolába menni. Tehát, hogy annyira szeretik, és annyira magukénak érzik, hogy ez azért nekünk is elég megnyugtató. De úgy tudom, hogy van egy 2 éves kislányotok is, aki ugye lehet már amerikai elnök, mert Amerikában született. Így van. Egyébként ez egy jó pont, igen. Ő lehet az egyetlen, ő lehet a családból az egyetlen, aki lehet amerikai elnök. Amerikaiként született, viszont most már megkapta is a magyar állampolgárságot, hála Istennek, hiszen olyan fura érzés volt, hogy utaztunk 4 Bordó útlevéllel, és ott volt mellette a kék, és ez olyan... De azért más. Téged is befogadunk, tehát... Jó, hát jogos. A gyerekek gondolom gyorsan megtanultak angolul.
az eleje az számomra volt egy stressz, tehát hogy kiköltöztünk, és akkor volt 3,5 éves a nagyfiam, és 1,5 éves a kisfiam. És a nagyfiam már ment óvodába, tehát kiértünk, az volt az első, hogy akkor keressünk egy óvodát, amit ami neki is tetszik, amit ő is szeret. És úgy indult neki az első óvis hétnek, hogy elmagyaráztuk, hogy hogy kell elmondani, hogyha neki pisilnie kell, hogyha ő szomjas, hogyha tett egy pipi, vagy mutogas, tehát tényleg mondtok neki, hogy bárhogy, csak próbálja meg elmagyarázni az óvónéninek. És a 3. héten volt az, hogy úgy jött haza, hogy mondott egy olyan szót, amit én nem értettem, és meg kellett fordítanom, és ez egy olyan felemelő érzés volt, ragadt rájuk elképesztő módon, és egyébként el is kezdtek tanulni az óvodában 2 másik nyelvet is, a spanyolt és a kínait, viszont az sajnos így a Covid-nál egy kicsit így elsiklott, és aztán pedig ugye már iskolába kerültek. Úgyhogy az ott meghagyatlott, viszont ugye 2 nyelvet beszélnek anyanyelvi szinten, és hát azt kimerem jelenteni, hogy az angol még erősebb nekik, mint a magyar. Hát ez természetes. Egymással a 2 kisfiú? Nálunk van otthon egy szabály. Na. Aki megszólal otthon a házban angolul, az $100 fizet. Na most természetesen ez nem tudom. Jól megy a gyerekeknek. Ez egy ilyen oda-vissza dolog kellene, hogy legyen, de hát ugye mindig a gyerekek húznák a rövidebbet. Természetesen ez csak egy ilyen képletes dolog, mert hogyha valaki bármit mond, akkor mondjuk $100. De egyébként próbálják, nagyon-nagyon erősen próbálják a magyart tartani otthon. Tehát, hogy nálunk az a szabály, hogy otthon egymás között magyarul beszélünk. Az viszont elkerülhetetlen, hogy a gyerekek egymás között angolul kommunikálnak, hiszen amit ők hallanak egész nap, amilyen nyelven tanulnak, ahogy játszanak egymással a gyerekekkel, az az angol. Tehát a 2 fiam, ők ha egymás között kommunikálnak, akkor általában átváltanak angolra. Ők amerikaiak? Ma már? Nem. Nem? Nem. Szerintem... Mert 3,5 másfél. Igen, nagyon igen, kicsik voltak. Nagyon kicsik voltak, viszont mi nagyon-nagyon próbáljuk tartani az európai és a magyar értékrendet otthon. Én azt gondolom, hogy róluk egyből megmondja valaki, hogy nem amerikaiak, és nem a nyelv miatt, vagy az akcentus miatt, hiszen a barátok körül csak azt mondják, hogy egyáltalán nincsen az angol nyelven. Ők akcentus. Igen. Texasi akcentus van, igen, maximum. Viszont szerintem mind viselkedésben, mind abban, ahogy másokhoz viszonyulnak, vagy ahogy hozzánk viszonyulnak, az nagyon európai. Mert én ahogy látom, vagy amit magunk körül tapasztalok, az, hogy a magyar értékrend az egy sokkal erőteljesebb, vagy egy kicsit kockásabb értékrend, mint például az amerikai. Én azt látom, hogy kint sokkal több dolgot megengednek a gyerekeknek, tágabbak a határok, és mi próbáljuk azért ezt egy kicsit így kereteken belül tartani. Mert nyilván így tartjátok ti jobbnak, vagy mi hogy is mondjam. Mi így szocializálódtunk, mi így nőttünk fel, a férjem is, és én is Magyarországon nőttünk fel, és annak ellenére, hogy másban nagyon-nagyon sokat voltunk külföldön, a férjem az élete felét tényleg más országokban élte. Szerintem az a legerősebb benyomás az életünkben, ami a gyerekkorunktól kezdve történik. Ugye mindenhol csak azt lehet tehát olvasni és hallani, vagy látni, hogy a férjed kapott az Egyesült Államokba egy állásajánlatot. Houstonban éltek? Mellette, igen. Mellette. Hát a mellette az amerikai mércével, az azt jelenti, hogy 300 kilométerre. Igen, mint mondjuk, nem, 40 percet, tehát egy olyan 40-50 kilométerre Houston belvárosától. Hát az azt jelenti, hogy Houston belvárosába laktok, mert amerikai mércével ez kb. Annyi. A peremén, mondjuk igen. Így, hogy a peremén. És amit ki tudtam kukázni, mert sehol nem lehetett megtalálni, és most kiderül, hogy jól kukázok-e, azt hiszem egy LinkedIn profile volt, hogy a férjed az ennek a bizonyos olajtársaságnak az igazgatója lett menet közben, vagy valamilyen igazgatója. HR igazgató volt, igen, tehát hogy igazából ő foglalkozik így a humán oldalával a cégnek, szinte nem is számítana, hogy olajjal foglalkozik igen. A cég, vagy bármi másról, inkább emberekkel foglalkozik egyébként, igen. És ő erre a munkára is ment ki 6 évvel ezelőtt? Nem, hát ugye ez mindig egy ranglétra, tehát aha. Az ember elkezdi valahol gyakornokként a 20 évvel ezelőtt, és aztán szépen... Tehát ez azt jelenti, oda akartam kiukadni, hogy akkor ő befutott ezek szerint 6 év alatt egy amerikai karriert. Amerikai karriert?
igazából, vagy akár beszéltünk arról, hogy ez egy világkarrier, ez egy világcég, tehát hogy ez egy óriási nagy cég, több tízezer dolgozóval. Több tízezer embernek ő a személyzetise? Végül is nagyon fogós kérdéseket teszel fel, nem is tudom, hogy magyarázzam el. Ágazatok vannak, aha, és igazából végül is igen, ő foglalkozik a ezzel hát a akkor, részével, de természetesen neki annál... is vannak főnökei, tehát hogy ez szinte egy ilyen végeláthatatlan lista, amikor ugye az ember a ranglétráról beszél. És akkor ti most élitek az amerikai vezető menedzserek hétköznapi életét? Pozitív értelemben? Hozzáteszem, hogy amikor mi megismerkedtünk annó 2010-ben, akkor ugye ennél a cégnél dolgozott már, de nem egy ilyen magas pozícióban. Tehát, hogy mi ezt a ranglétrát szinte együtt jártuk végig. És ugye lehet azt mondani, meg ilyenkor így elgondolkodik az ember, hogy mit csinálsz te odakint, nem csinálsz semmit. Egyébként elmentem dolgozni, mielőtt a kislányom megszületett, és az utolsó hónapig dolgoztam. De ettől függetlenül sokszor megkapom, hogy de tényleg te egy ilyen unatkozó feleség vagy odakint. Ilyenkor azért elgondolkodom, hogy vajon ők végig gondolják azt, hogy nekem volt valahol itthon egy, hát ha karriernek lehet nevezni, akkor nevezzük annak, de én ezt tudtam volna tovább építeni. Mégis úgy éreztem, hogy a családunk jövője miatt, a gyerekeink jövője miatt én ezt a dolgot feladom, és szeretném, hogyha ezt a vonalat tovább építenénk, és igazából inkább ott leszek a férjem mögött egy biztos hátországnak, és a gyerekeimnek biztos hátországnak, mint hogy a saját kis esetleges karrieremet építsem. Nem mindig volt könnyű, erről nem fogok, ezzel kapcsolatban nem fogok hazudni. Tehát, hogy azért sokszor van az, hogy én, aki világéletemben mindig szerettem valamit csinálni, mindig sikerre akartam valamit vinni, én valahogy mindig bennem az adrenalin, az egy ilyen véget nem érő dolog. És nem mindig volt egyszerű az, hogy otthon vagyok, a gyerekek elmentek iskolába, és akkor én most mihez is kezdek a napommal? Tehát, hogy tényleg akkor nekem most már ez anya vagyok, és kész, ennyi a pozícióm egy életre? De nem, és a férjem, hála Istennek, mindig azt mondom, hogy ő egy csoda. Tehát amikor én megismerkedtem vele 2010-ben, akkor azt mondtam, hogy lehet, hogy még most nem teljesen állok készen a dologra, de tudom, hogy te leszel a férjem. És nem azért, mert ő magas pozícióban dolgozott, vagy mert sok pénze volt, vagy mert bármi, hanem mert egyszerűen annyira fantasztikus ember, hogy, és én tudtam, hogy ezt keresem. Azt mondják, ugye, hogy az ember... Mi ezt akarom, igen, mi soroljuk föl, hogy mitől fontos. Ugye azt mondják, hogy az ember vagy a nő azt a képet keresi a férjében, vagy a jövendőbeliében. Aki az apja. Az én édesapám egy csoda szintén. Tehát, hogy arról már sokat beszéltem, hogy az édesanyámat nagyon korán elvesztettem, 19 éves voltam, ő 36 éves volt. Én most pont annyi vagyok, mint amennyi idős ő volt sajnos. De hogy nekünk az apukánk így mindig egy bástyaként volt ott, előtte is és utána is. És valahogy, amikor a férjemmel találkoztam, akkor azt éreztem, hogy ő ugyanez a bástya. És hogyha gyerekeink lesznek, akkor ő ugyanez a bástya lesz nekik, mint amit én gyerekként megéltem az édesapámmal kapcsolatban. És igazából ennyi. Én szerintem számomra az volt a legfontosabb, hogy milyen apának tudom elképzelni a jövendőbelimet. Apukád mennyi idős? Most 55. 55? Nem akarod kikényszeríteni Amerikába? Vagy őt nem lehet? Nem, hála Istennek van azóta boldog kapcsolata itthon, és ők egyébként nagyon lokálpatrióták, tehát hogy ők szeretnek itthon lenni, egyébként mi is azok voltunk mondjuk, de azt gondolom, hogy egy bizonyos, nem is kor után, hanem egy bizonyos rendszert, hogyha berendezett az ember, akkor már nem akar nagyon mozdulni. Gyökerekből nehéz kiszakítani. Gyökerekből, ugye a nyelvet már nem szívesen kezdi el egy idő után tanulni az ember, vagyis hát nem feltétlenül olyan könnyű. De persze jó lenne, hogyha kijönnének. De... Sokat dolgozik a férjed? Nem. Nem. Tehát hál időben nem az van, hogy reggeltől éjfélig? Nem az van, hogy reggeltől éjfélig. A férjem, amint mondtam, annyira családcentrikus, hogy ő neki van egy elmélete, inkább fel kell sokkal korábban reggel. Legyen ez mondjuk 4 és 5 óra között valahol, vagy elkezd mondjuk 5-6 óra között dolgozni, azért, hogy délután 4-ig befejezze, hogy amikor a gyerekek hazajönnek, akkor otthon lehessen velünk, és tudjunk venni, vagy akár el tudjunk menni együtt edzeni, úszni, a gyerekek úsznak egyébként versenyszerven is. Egy-két dolgot home office-ban is tud csinálni, bármilyen magas pozícióban van, nem? Hál' Istennek az ideje nagy részében most a Covid óta,
úgy maradt. Hát akkor az office-ban maradt, szerencsés. Hiszen a cégek egyébként Amerikában, nem csak az övéké, más cégek is Amerikában így rádöbbentek, hogy fölösleges a nagy csindadra. Hiszen költséghatékony, az embereknek sokkal több ideje van dolgozni, hiszen ugye nem kell egy órát befelé, visszafelé vezetni a munkahelyre, sokkal szívesebben dolgoznak otthonról. Amikor még ambiciózus voltál azokban az években. Ajajajaj, ez nagyon rosszul hangzik. Nem, ebben semmi negatív nincs. Akkor néha az idegeire mentél? Hát ebben én a mai napig az idegeire megyek. Ebben tényleg? De van olyan párkapcsolat, ahol nem mennek az emberek egymás idegeire? Szerintem nincs. De nincs. Tehát, hogy ahogy, persze, és ezt jól tolerálja? Minden pillangó és szivárvány, de azért az nem így. Persze. Itt szerintem nem azon múlik, hogy valaki mennyire nyel be mindent, amit a másiktól kap, hanem arról van szó, hogy együtt mennyire vagyunk hajlandók ezen dolgozni, és mi ezt elhatároztuk, hogy ezen dolgozni fogunk. De te egy nyugodt lány vagy. Ilyen... Tehát nem tudom, én nem vagy. Nyugod. Ő? Hát te mit lát? Az magából az egyfajta kiegyensúlyozottság és nyugodtság. Szerintem is kiegyensúlyozott vagyok, mindemellett azért én az egész életemben tényleg egy ilyen őrültebb kategória voltam. Tehát, hogy nekem voltak tévéműsorok, amikor a legőrültebb dolgokat kellett csinálni, és nekem azok voltak a kedvenceim. Még 17 évesen annól forgattam olyan kihívások voltak, amikor pókokat raktak ránk, meg helikopterről zuhantam. Nem akartam mondani, mert nem tudtam, hogy lehet. De egyébként jó is, hogy ezt most újra szóba hoztad, mert itt azért is voltam kicsit talán csöndben, a megszokottnál csöndesebb, mert két dolgon gondolkodom. Az egyik, ami nagyon érdekel, amit mondtál, hogy az elején Amerikában azért kerested a helyedet anyaként. Tehát ebből a pörgésből, hogy helikopterből ugrálsz, pókokat raknak rád, szépségkirálynő vagy, a médiában szerepelsz, imádnak az emberek, és az egész közeg. Egyszer csak ott állni reggel, mint 9-kor a hűtő előtt a nappaliban, hogy na, és akkor most mit fogok csinálni? Ugye ezt mesélted el. És a kávéval várni az iskolabuszra. Na igen, oké, de jön a busz, elviszi a gyerekeket, és ott maradsz. Tehát ezen te hogyan lendültél túl? És ne felejtsünk el egy nagyon fontos szakaszát az életemnek, ami így az őrültködés és a gyereknevelés között volt, ami számomra a póker volt. És ugye éveken keresztül én versenypókereztem, ami azt mondta, hogy jártam a világot, és le voltam szerződve egy olasz céggel, ami azt jelenti, hogy évi 10 verseny volt Olaszországban, ezen kívül játszottam Las Vegasban a világbajnokságon. Az egész világot bejártam a pókerrel. Sosem voltam olyan igazán nagyon jó, de mindig voltam annyira jó, hogy így a felszínen maradjak, és szerintem mivel hogy nagyon kevés nő játszik versenyszerűen pókert, azért valahogy mindig nagybesben tartották. Jó, hát erre ki akartam térni. Az emberek fejében az van, hogy ez egy férfi játék. A férfiak rejtik úgy el a tartalmat, stb. És akkor a szépségkirálynő elkezd vadul póker. Szóval hogy kell ezt elképzelni? Igazság szerint ez egy férfi játék, ez valóban így van. Egyébként nekem egy régi kapcsolatomból adódott az, hogy én elkezdtem játszani, és hála Istennek így úgy adódott, hogy mögém is állt egy nagy cég, amint említettem. Sosem voltam igazán jó. Nálam sokkal-sokkal jobb pókerjátékosok vannak a világon, de még akár nők között is. A tudásom az, ahogy említettem, elegendő volt arra, hogy felszínen maradjak. Viszont ami a nagy előnyöm volt, hogy mivel annyira kevés a nő a pókerasztalnál, a férfiakat valahogy ez mindig elvarázsolta, és egy kis kedvenc megosztottad a figyelm. És annyira nem akarták soha. Tehát hülyét csinálta belőlük konkrétan. Az a pókerasztalnál nem mindig mindenki hülyét csinál egymásból. Mindenki. Tehát, hogy a férfiak is egymásból, ők is belőle. Igen. Tehát van egy jó pókeralcod, a rojáfosság tisztában vagy. Ez igazából arról szólt, hogy ők, mint férfiak, örültek annak, hogyha női társaság van az asztalnál, és egyszerűen nem akarták azt, hogy ez elmúljon, és inkább megmutatva eldobta a egészen biztosan nyerő lapját. És ez nem arról szól, a póker az tényleg arról szól, hogy egy kamuhalmaz, nem akarom csúnyán mondani, hiszen ugye az emberek blöffölnek egymásnak. Ez az egész erről szólt. Elhiszed a blöffemet, vagy nem hiszed el a blöffemet? Én egy picit kihasználtam a nőiességnek a fegyverét, én azt gondolom, hogy ezzel nagy probléma nincsen. Otthon aki nem akar benne részt venni, az nem vett benne részt, és lesütött szemmel csak így szépen dobálta a lapokat és a zsetonokat. Otthon? Nem.
A férjem kifejezetten nem szereti a szerencsejátékokat, ő egy ilyen nagyon realista típus, ő abban hisz, amit ő megteremt. Akkor félretetted a pókert is. Csak hogy visszakanyarodunk. Csak hogy igen, visszakanyarodtunk a kérdéshez. Nem, tehát hogy akkor a pókert is félretetted. Ezt azért akartam hozzátenni, mert szerintem ez egy fontos része a rengeteg utazás miatt. Ez az én lételemem volt mindig. És igen, ebből az éles váltásból, vagyis hát ez egy éles váltás volt arra, hogy ugye utána otthon üljek a gyerkőcökkel, ami egyébként nem is igaz, hiszen elmentek utána a gyerekek óvodába, és szinte magamban ültem otthon. Ez volt az éles része. És hogy rendezted ezt el magadban? Teljesen tudatosan. Mielőtt kimentünk, beszélgettem családokkal, akik Amerikában élnek, vagy pont így költöztek ki, ugye expat családok, ami azt jelenti, hogy egy céggel mennek ki, lehet, hogy a férj dolgozik csak, és a feleség akár akkor csak tartja a frontot otthon. És mindenki azt mondta, hogy a legfontosabb része az, hogy ha te, az anya jól érzed magad, akkor mindenki jól fogja magát érezni. Ha te egy személyben nem vagy jól, akkor senki, a férjed azon fog stresszelni, hogy úristen, ő most otthon van és rosszul érzi magát, a gyerekek folyamatosan egy fancsali anyát fognak látni. Tehát ez nálam egy teljesen tudatosan felépített dolog volt, hogy oké, én ezt most élvezni fogom. Ha ezt most eldöntöttük, akkor azt tartom szem előtt, amit célként tűztünk ki, hogy legyen a gyerekeknek egy anyanyelvi angol kommunikációja, és hogy de és mit egy újra lehetőséget adjunk. Hogy húztad ki magadat a hajadnál fogva ebből? Amint mondtam, nem mindig sikerült, tudatosan, amennyire tudtam, tudatosan. De és mind, mindig kerestem élvezni, hogy... Mindig kerestem magamnak egy kis tennivalót. Tehát, hogy amikor a gyerekek már, a két fiam elment iskolába, és mielőtt a kislányom megszületett, hiszen ott azért van egy elég erős 8 és 6 éves korkülönbség, akkor elvégeztem különböző tanfolyamokat. Elkezdtem dolgozni egy medical spa-ban, ami egy ilyen, igazából szinte egy ilyen orvosi központ és egy szépségszalon között van, ahol ilyen különböző kezeléseket végeztek. Nekem az volt a lényeg, hogy emberek között legyek, angolul gyakoroljak és tanuljak, új dolgokat tanuljak meg, és igazából valahogy egy picit beépülni ebbe a rendszerbe. Milyen kezeléseket tudsz elvégezni? Nagyon sok, lehet fogyasztani, tudok mindenféle szépség praktikákat, ráncokat eltüntetni, és mindent egyébként. Még egy szemöldök tetoválói tanfolyamot is elvégeztem, mert az egyszerűen annyira tetszett, viszont az már 8 hónapos kismamaként, úgyhogy arra már nem volt lehetőségem eddig, hiszen ugye az elmúlt 2 évben otthon voltam a kislányommal. Tehát akkor folyamatosan tevékenységeket kerestél mindig magadnak tudatosan, hogy foglald el magad, és ne legyél boldogtalan anya. Mindig. Boldogtalan anya. Szerintem ez is valahol egy ilyen, valahol döntés. Tehát, hogy én mindig próbálok arra tekinteni, a pozitív dolgokra tekinteni, mint cél. Egyébként a férjem segít nekem ebben rengeteget, hiszen ő az, aki realista, én meg azért el tudok így kicsit repkedni a valóságban. Na, álljunk meg, mert kezdem egy póker csatába érezni magam. Tehát a helyzet a következő. Na, te rohadtul két lábon állsz a földön, azért ezt... Igen. És az jó vagy rossz? Szerintem remek, mert a realista emberekkel lehet reális beszélgetéseket folytatni, és nem... Tehát szerintem te nem hűültél meg az amerikai álomtól, nem... Te pontosan tudod, hogy mi miből van az életben, nem illúziókat kerget. Ebben azért van igazad, mert szerintem én ezt nagyon képes vagyok kívülről nézni ezt az egész szituációt. Tehát látom azt, hogy például milyen sokan, nagyon sokat adnának azért, hogyha lenne egy ilyen lehetőségük például az életben. És amikor mondjuk egy picit elszontyolodom, vagy egy picit arra vágyom, hogy egy kicsit magamból többet hozzak ki, akkor tudatosan gondolok erre. De nem ájultam el az amerikai élettől egyáltalán. Na, hát igen. Szerintem, ez a másik, szerintem úgy igen látom, ahogy ezt látni kell. Na, és milyen? Mert ugye amikor mondtad, hogy az európai értékrend és az amerikai közötti különbség az létezik és van, és a gyerekeket szeretnétek benne tartani az európai értékrendben, akkor kezdtem el ezen gondolkodni, hogy hát mondjuk 20 évvel ezelőtt, de a 90-es években egészen biztosan szerintem az volt itt az általános hozzáállás Európában, hogy Amerika az álom, a minden. És hogyha megtehettük volna, hogy ott elkezdünk élni, és a gyerekek ott születnek, akkor mindent hátrahagyva rohantunk volna amerikaiakká válni. És ehhez képest ti most arra törekedtek, hogy a gyerekeket és nyilván magatokat is megtartsátok az európai értékrend kereteik között. Mi változott? Milyen ez az Amerika, ami miatt ennyire ragaszkodtok Európához? Azzal, hogy a gyerekeket kivittük Amerikába, mi adtunk nekik egy ilyen kinyitott kalitkát.
És ez egyáltalán nem biztos, hogy ők ott akarnak lenni, vagy egyáltalán nem biztos, hogy Magyarországon, vagy bármelyik más országban a világon. És szerintem ez a tudatosság bennünk abból ered, hogy szeretnék mindenfélét megtanítani nekik. Tehát látják az amerikai létet, és látják a magyar létet is, vagy a szülőséget, vagy a családmodellt. Én azt gondolom, hogy legalábbis a mi környékünkön, mert most lehet, hogy nagyon sok Amerikában élő magyar azt fogja mondani, hogy de nem is igaz, a mi környékünkön, Texasban nagyon sok mindenben nagyon keretesen gondolkodnak, tehát például nekem volt egyszer olyan, hogy egy strandon bikiniben voltam, nem ám kis csíktangában, hanem egy normális bikiniben, és egy anyukám rám szólt, hogy hát így, hogy gyerekeim vannak, nem gondolom azt, hogy egy részes fürdőruhában kellene lenni? Tehát, hogy vannak nagyon nincs keretes dolgok. Nincs három gyerekes viszont, anyuka. Nagyon. Pedig semmi kirívó nem volt benne. Tehát, hogy van, amiben nagyon, nagyon megvannak a keretek, és van, amiben nagyon lazán gondolkodnak, ami szerintem a gyereknevelés. Nagyon-nagyon sok mindenért nem szólnak például rá a gyerekekre, ami nálam már az inger küszöbet azért eléri. Például? Akár kommunikációban a szülők felé, vagy az érezhető, vagy a tiszteletnek az érezhető hiánya, akár néha. Nem általánosan mondom, de azért sokszor rossz ezt látni, és mi szeretnénk azért, hogy egy ilyen megfelelő családkép alakuljon ki a gyerekekben, aztán kimondja meg azt, hogy az a megfelelő, mert hogy ugye jó, hát, nekik más, nekünk más. Neked van egy, megint csak visszamegyek a Készülök Krisztából című fejezethez, hogy ugye te említetted, hogy 18-19 évesen vesztetted el az édesanyádat. Az az érzésem, hogy neked lett a 18-19 év alatt, ezt egy posztodból következtetem, és majd szólsz, hogy helyes vagy nem, lett egy képed 18-19 éves korodig az édesanyádról, az ő ritmusáról, az ő életéről, és a mai napig van benned, mert neked az tetszett, az a ritmus, tehát ő, ahogy értelmeztem, téged szabadelvűen nevelt. Tehát nem klasszikus értelemben a önálló volt, de te nagyon ragaszkodtál hozzá. És neked ez a kép szerintem annyira tetszik, hogy te ennek is szerettél volna, vagy szeretnél megfelelni. De nem ez a normális. Tehát, hogyha egy de, jó, ha jó a kép, akkor az abszolút. Ember, akkor azt szeretné továbbvinni. Igen. És én... Milyen volt? Ő, az édesanyám, olyan, mint én. És ezért teljesen igazad van egyébként. Tehát, hogy valahol tudatosan, valahol tudat alatt az ő egy nagyon szabad elvűnő volt egyébként. Tehát, hogy ő imádott élni, ő mindig mindenben benne volt, és ő volt az, aki... Soha eszembe nem jutott volna egyébként az első szépségversenyemre se feliratkozni, vagy egy modellválogatásra elmenni, egy castingra, sehova, sehová. De ő így elkezdte az utamat így egyengetni, és minden egyes pillanatban ott volt velem. Nem volt olyan válogatás, amire ne jött volna el. Vagy olyan szépségverseny, ahova ne toborzott volna oda 100 embert, és mindenki jött, és mindenki szurkolt. És tényleg ő volt a menedzserem, az útmutatóm, a barátnőm, nagyon-nagyon sok személy volt ő így egy személyben, és valahol lehet, hogy ez egy picit ilyen elnyomott tudat alatti dolog volt bennem, hogy vagy igazából úgy könyveltem el, lehet, hogy nekem azért vannak fiaim, hogy ne akarjam ezt a dolgot ugyanígy ennyire erősen tovább, illetve nem is az, hogy ne akarjam továbbvinni, bocsánat, hanem hogy ne fájjon annyira, hogy nem tudom továbbadni azt a kapcsolatot, mint ami közöttünk volt. És mindig úgy voltam vele, hogy fiaim vannak, szerintem a fiúkat máshogy neveli egy anya, mint a lányukat. Egy picit más, egy ilyen szerelem van közöttük, ugye? És egy picit mindig úgy éreztem, hogy nekem azért vannak fiaim, hogy ne akarjam összehasonlítani a mi kapcsolatunkat, az a lányommal való kapcsolatommal. Mégis lesz, nem megérkezett a kislányom, és számtalanszor minden egyes nap eszembe jut, hogy vajon ő hogy fog rám gondolni. Tehát a fiaimmal kapcsolatban azért gondolok így
másként erre a szituációra, mert a fiúk szerelmesek az anyukájukba is fordítva. De egy lány szerintem valahogy reálisabban látja az anyját, hiszen később neki is lesznek gyerekei. És visszatekint majd arra, hogy hogy is volt anyámmal ez az édesanyámmal ez a helyzet. És ez egy kicsit ilyen milyen volt a, mi volt a taktikád és a technikád 18-19 évesen, amikor elvesztetted az anyukádat, hogy na ebből hogy keveredj ki? Mert neked mindig van stratégiád. Van egyébként. Az első túlélés, természetesen. És aztán az, hogy... Letérdeltél? Nem. Nem. Az nem az anyádra vallott volna. Nem. És ez pontosan így van, amikor megtörtént a baleset, nem is tudom, hogy ezeket miért hoztam meg egyébként most veletek ennyire mélységesen. Amikor megtörtént a baleset, akkor én elmentem egy ügyeletre, hogy kérjek nyugtatót, hogyha bárkinek a családból szüksége lenne rá, hiszen ez egy olyan tragédia volt, egy olyan 36 évesen egy hirtelen így kirántották az életünkbe, és ott álltunk, hogy hol van az édesanyám, hol van a feleségem, hol van egy gyermekem. Ugye a nagymamámnak az egyébként egyetlen gyermeke volt édesanyám. És valahogy egyikünk se nyúlt hozzá, és eszünkbe se jutott, hogy hozzányúljunk ez a gyógyszerhez, mert valahogy annyira egymásba kapaszkodtunk, és ott voltunk egymásnak. Aztán a stratégia az úgy továbbment abban, ahogy telt múlt az idő, hogy jó, akkor viszont én most bizonyítani fogok neki, magamnak, igazából nem tudom. De azt tudtam, hogy amilyen ő, és amit faragott belőlem, én azt szeretném továbbvinni, és szeretnék élni. Tehát, hogy ő annyira tele volt élettel, hogy tudtam, hogy ez az én utam is. És ez valahol az alaptermészetemben is benne volt, valahol pedig ezt láttam, az élet jó, az élet szép, és valahogy mégis milyen igazságtalan, nem, hogy aki ennyire szeret élni, annak ilyen kevés jutott belőle. És hát a mai napig ugye napi szinten eszembe jutott, hogy neki ennyi jutott. Tehát én itt vagyok 36 és fél évesen, neki pontosan ennyi jutott az életből, és nem felfoghatatlan számomra ez az egész. Viszont azt tudom, hogy sok életet beletett azokba az évekbe. Mi történt édesanyáddal, Brisza? Autóbaleset. Istenem. És nem autóbaleset. Ő volt a hibás? Igazából a munkahelyéről, egy konferenciáról jött haza, januári nap volt valószínűleg, egy januári szombat volt, és valószínűleg csak megcsúszott az autó. Igen. Egyébként, hogyha ne adj Isten lett volna hibás, vagy tudnánk arról, hogy volt ott valaki körülötte. Nem tudok vele mit csinálni, de lehet, hogy egy életre szólatus kellene bennem, hogy, hogy volt ott valaki, aki tehet erről a dologról, de érdekes, amit még gyorsan elmondok ezzel kapcsolatban, hogy ő mindig azt mondta, hogy nem akarok öreg lenni, nem akarok ráncos lenni, nem akarok. Mindig azt mondta, hogy ha ne adj Isten velem valami történik, akkor ne hagyjátok, hogy egy tolószékben legyek. És hát sajnos az a balesetnél nem is egy pillanat alatt megtörtént a dolog, úgyhogy valahogy úgy ment el, ahogy az életét élte, hogy tudatosan. Jól van, királynő. Ez egy, én még soha nem mentem bele ebbe a témába szerintem, de azt is tudom, hogy olyan sokan élnek át tragédiákat az életben, és olyan sokan nehezen dolgozzák fel őket, és én nekem az segített mindig, ha beszélek róla. Mindig, az első naptól kezdve. Sokaknak az, hogy befordulnak, és többet nem is akarnak tudomást venni a dologról, nekem az első pillanattól az, ez egy terápia volt, hogy én beszéltem róla, beszéltem. És igazából vittem tovább a legendáját, amit ő nagyon értékelt. És a gyerekeknek mesélsz róla? Persze, nagyon sokat mesélek róla. Érdekes, hogy ugye, hála Istennek édesapám pára lehet, és őt hívják mamának, de hogy így mindig elmondom nekik, hogy nekik van egy másik mamájuk is, aki fizikálisan nincs itt, viszont ők úgy hívják őt, hogy az anyukád, tehát hogy ugye nem tudják azt mondani, hogy mama, persze. Hiszen nincs itt fizikálisan, hogy azt úgy szólítsák. De tudják, természetesen tudnak róla. De jó, hogy életben tartod mindig az önimbuszát. Ez nem is kérdés. Tehát, hogy... Kriszta, egész évben egyszer látják a nagyszülőket így a gyerekek? Tehát egyszer tudtak hazajönni? Van olyan, hogy mondjuk bármilyen alkalommal ki tudnak utazni hozzánk, jaj, akár karácsonyra, vagy csak egy tavaszi hétre, vagy ilyesmi, de hát ugye az egész család dolgozik, meg hát nagyon messze van. Azért az a 18 órás repülgetés, ez ugye nem feltétlenül, nem tudja mindenki ilyen hirtelen megoldani az átállással együtt. Így mondom azt inkább, hogy a nagy általánosságban egyszer találkoznak
vagyis hát egy időszakban találkoznak az évben, az egész nyáron, viszont ilyenkor nagyon intenzíven. Tehát, hogy hála Istennek ilyenkor meg tudjuk azt oldani, hogy például az én szüleimnél, vagy az én családomnál hagyjuk ott a gyerekeket egy hétvégére, és akkor végre mi is egy picikét kiszabadulunk, hiszen nekünk, erről még nem beszéltünk, de nincs kint semmiféle segítségünk. Tehát, hogy nincsen babysitterünk, nincs egy nenink, aki bent lakik velünk, nincs család ugye a környezetünkben, vannak viszont barátaink, akik csodálatosak, és nagyon sokszor így bevállalják a gyerekeket, de hát nem úgy, hogy mondjuk egy hétvégére el tudjunk valahová menni. És akkor ilyenkor a nyáron így azért próbálja kihasználni az alkalmakat. A kislányod hamarosan bölcs is lesz, és valamilyen munkát töröd állítólag a fejed. Tehát tervek mindig vannak, ugye azt tudom. Tervek mindig vannak, viszont most nem vagyok annyira határozott ebben a helyzetben. Azt tudom, hogy nem fogok visszamenni erre az egészségügyi területre, hanem szerintem szeretnék valami kis bizniszbe fogni. Ugye nagyon sok lehetőség van Amerikában, de ahhoz viszont idő kell, hogy az ember utána járjon és a mélyére ásson, hogy hogy is kell egy bizniszbe indítani, vagy akár használni ezeket az óriási rendelős oldalakat, nem tudom, hogy mondhatok-e neveket. Hogy az Amazonon például. Tehát annyi lehetőséget rejt magában, de ugye ez nagyon sok idő kell, hogy az ember a mélyére ásson, a rendszert kiismerje, úgyhogy valószínűleg most fog eljönni ez az idő, hogy a kicsi elmegy egyébként bölcsibe, viszont csak ilyen 2-3 fél napokra még az elején. Ez mindig így kezdődik, ugye aztán, hogyha tetszik neki, akkor esetleg többre, de nekem most lesz arra időm, hogy tényleg egy picit elkezdek azon gondolkodni, hogy mi az, amit sikerre szeretnék vinni. Hát kíváncsian már. Jól van. Még egyet megkérdeztetek a végén. Persze. Hogy egyébként Dallasban azért voltatok? Az első héten nagyjából. Nem. Ezt a Huszfolk Ranchen is? Persze, hogy volt. Ott hittünk a Jockeyval. Hát persze. Aki jön Houstonba vagy Texasba, annak kettő dolog a kötelező. Elnézést, az ugye a Huszfolk Ranch a Dallasból. És a NASA. Jó, és hát igen. És egy reszkócsizma, amit majd esetleg egy-két év múlva beszerzek. Jól van, szerintem az jutott eszembe, és szerintem ezzel le is zárhatjuk, hogy anyalánya között speciális kapcsolat van, nem összehasonlítható a fiú gyerekekkel, és most ugye a sorban jön a te kislányod, és az evolúció az diktálja, hogy az anyukának a lánya királynő lett, és mivel hogy ő Amerikában született, ő elnökasszony lesz. Igen. Tehát úgy legyen. Ez... Nincsenek elvárások. Nem, hogy agyom... Igen, ne nyomjuk agyon a gyereket. Nem, egyébként viccen kívül sem a fiaimmal, sem a lányomkal kapcsolatban nincsenek elvárásaim. Én nem fogok ráról, tehát nem akarom szépségversenyre vinni. Én azt akarom, hogy ők mind a hárman egyenként legyenek boldog emberek, és őszintén ez az egy elvárásom van tőlük. De kívánjuk, hogy ez sikerüljön. Köszönöm. Jó utat vissza. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm. Nagyon. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.